A Csaszák család életében fontos szerepet töltenek be a hagyományok. Ilyenkor karácsony táján az egész család együtt készül az ünnepekre. Mi a szüleinktől, ahogy megtanultuk a hagyományápolást és a karácsonyvárást, újévvárást, különféle ünnepek előtti előkészületeket, hát igyekszünk úgy ápolni, és továbbadni a saját gyerekeinknek is. Nálunk már adventkor elkezdődik a karácsonyra való készülődés, a ráhangolódás, a karácsonyvárás. És nem csak abban, hogy a lakást díszítjük és elkészítjük az adventi koszorút, hanem lelkiekbe is szoktunk készülni. Karácsony este kezdjük a hagyományosan a fokhagyma, méz, és az alma, az mindig annyifelé vágjuk az almát, ahányan vagyunk, nem csak aki itt van, és annak is tettünk a tányérjába, aki valamikor nem volt otthon. Számunkra azért fontos, mert ez egy nagyon mély ünnep, amit szeretünk a legközelebbiekkel megosztani. És az összes testvéremmel most már nem élünk együtt, ugye én férhez mentem, és nekem az hiányozna, hogyha nem tölthetném velük együtt az ünnepet. Egész adventben minden nap mentünk a hajnali misére, és csak azért keltünk fel, meg minden reggel kiszoktuk bontani a zsákot, mert hát nálunk nem olyan naptár van, hanem anya vart zsákokat. A karácsony, mi valóban úgy éljük meg, mint a szeretet ünnepét, Jézus szeretését, születésének ünnepét. Ez nálunk nem annyira az ajándékok nagyságába fejeződik ki, hanem inkább abba, hogy együtt legyünk. De az ajándékozás sem maradhat el, amire mindannyian saját kezüleg készített aprósággal készülnek, hogy meglepjék szeretteiket.